Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ahogy megszokhatták, legendákat szólítunk meg ebben a műsorban, hiszen Székesfehérvár sportváros is. Vendégem pedig Páncél Anikó, remek kézilabdás jelenleg stílus tanácsadó, Apkarovicné Páncél Anikó pontosan. Szervusz, örülök, hogy megtiszteltél bennünket. Én köszönöm, és üdvözöllek. Hoztam egy olyan idézetet, ami azt gondolom, hogy a teljes pályafutásodra és a mindennapjaidra is ideillik. Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a legjobbat. Ezt Beethoven mondta annak idején, és én azt gondolom, hogy a teljes pályafutásodra napjainkig ez mindenképpen illik. Mert hogy méltóság és felelősség kísérte a mindennapjaidat, és ez így van most is. A kézilabdás pályafutásod viszont fontos számunkra. Fontos azért, mert nagyon sok örömet szereztél a labdasportok rajongóinak, itt Fehérváron, Budapesten, a válogatottban, viszont az indítatás korán sem mindegy, hogy miként, hogyan történt. Egy dunaújvárosi kicsi lány hogy kezdi? Hogy jut el addig, hogy labdát fog a kezébe? Hát nem a kézlabdával kezdődött a sportkarrierem, vagyis a sportpályafutásom, hanem óvodás koromban már nagyon mozgékony voltam, és a szüleim elvittek gyerektornára. Emlékszem a tornatanárnőre, Kréter Béláni Klári néni, egy alacsony, szigorú, nagyon fegyelmezett hölgy volt, és tőlünk is ezt várta. Nagyon jól ment nekem ez, és nagyon szerettem, mert ott mindent lehetett csinálni, ugrani, kúszni, mászni. Csak aztán kiderült, hogy magasabb leszek, erősebb leszek, és a torna pályát el kell hagynom, mert ez nem lesz nekem eredményes. És mivel apukám kézlabdaedző volt, hát akkor ez adta magát, hogy akkor váltsunk sportot, mert nálunk nem lehetett nem sportolni, tehát mozogni azt kellett. És így kerültem Komáromi Ákosnéhoz, Éva nénihez, aki gyerekekkel foglalkozott, és ő tanított meg tulajdonképpen kézlabdázni. Milyenek voltak a kohászos évek? Hiszen Dunaújváros egy teljesen más város volt, mint Székesfehérvár, és mindentől különbözött. Egy olyan iparváros, ahol a sportélet alapvetés volt. Igen, a kohász meghatározó volt, mint a vasmű is, ugye, és a kohász ese, mint sport egyesület. Hát az olyan volt, mint egy nagy család. Egyébként egy sporttelepen volt minden sport, és ezért minden nap jártunk edzésre, minden nap találkoztunk mindenkivel, mindenki köszönt mindenkinek. Szóval tényleg úgy működött, hogy mindenki ismerte egymást. Nagy családként mondhatom ezt. Ez így volt fiatal felnőtt korodig, vagy hát tinédzser korodig, hiszen 14 esztendősen váltottál. Ez gondolom azt is jelentette, hogy gyorsan kiderült, hogy nem csak szorgalmas, hanem tehetséges is vagy. Hát igen, 14 évesen ugye Székesfehérvárra kerültünk, apukám idejött a Szondihoz edzőnek, és én pedig jelentkeztem az akkori kézlabda csapathoz a Köfénbe, és jelentkeztem, hogy én jöttem kézlabdázni. Hát mivel látták, hogy 14 éves vagyok, hát mondták, hogy menjek az ifi csapatba és jelentkezzem ott, mert az edzések ekkor is ekkor vannak, de mondtam, hogy nem, engem konkrétan ide küldtek, úgyhogy én ide jövök, hát az a felnőtt csapathoz mentem. És hát ha már ilyen erőszakos voltam, vagy ilyen nagyon egyenesen szerettem volna oda menni, mondták, jó, hát akkor vetkőzz le, maradj az edzésen. És aztán tulajdonképpen ott ragadtam. Szerencsém volt azzal, vagy hogy mondjam, tehát jók voltak az adottságaim, hamar megnőttem, mindig magasabb és erősebb voltam, mint a korosztályom, ezért mindig egy évvel idősebbek között játszottam. És nyilván ez egy olyan fejlődést adott, vagy fejlődési lehetőséget adott a többiekkel szemben, ami hát előnyömre vált. És nyilván fontosak voltak az edzők is. Ugye akkor Tombor Árpi volt az edző, emlékezünk még Árpi rá. Árpi bácsi, Árpi igen. Bácsira, hiszen egy remek szakember volt, és emellett akkor jött egy áttörés, hogy nem csak a fiatal tehetségekre, a Fehérváron felnőtt fiatal tehetségekre számítottak, hanem jöttek legendák. Ugye mi soha nem fogjuk elfelejteni, hiszen csak a tévében láttuk előtte, nem volt más módunk, például Tóth Harsányi Borbálát. Ó, hát így van, ő aztán tényleg nagy pályás volt, mondhatom, és ővele is játszhattam együtt, ami nagyon tanulságos volt, mert gyerekként kezeltek,
de azért elvárták, hogy nekem ugyanúgy kell teljesítenem, mint egy egyenértékű csapat tagnak. Szóval nekem azok biztos, hogy jó, meghatározó évek voltak. Mit lehetett megtanulni? Mit kellett megtanulni ahhoz, hogy aztán a későbbi pályafutásodban még inkább veretes eredményeket érhessel? Hát azt, hogy az eredményhez tehát dolgozni kell. És ha dolgozunk, és sokat dolgozunk, akkor annak biztos, hogy lesz eredménye. A fegyelmezettséget kellett megtanulni. Mondjuk azt gondolom, hogy a gyerekturnával már a fegyelmet belém plántálták. Otthon is elég szigorúan neveltek a szüleim, amit egyáltalán nem bánok. És ez a fegyelmezettség, ez végigkísérte az életemet a döntéseimben. Tehát tudatos voltál. Abszolút, abszolút tudatos. Tehát tudatos volt nyilván az is, hogy immáron ifjúsági válogatottként Budapestre tetted át a székhelyedet a Vasashoz. A Vasas legenda volt akkor is. Igen. Én azt gondolom, hogy a magyar kézilabda sportban nagyon sokat köszönhetünk a Vasasban az ottani szakvezetőknek. Mi fogadott Pesten? Budapesten kicsit megriadtan érkeztem, úgy, mint ugye egy vidéki kislány a legnagyobb magyar kézilabda csapathoz, és avval a naivitással, amivel érkeztem, azzal én azt hiszem, hogy áttörtem ott azt a kis bizonytalan időszakot. Mindent meg tudtam csinálni, amit kértek tőlem, minden munkát elvégeztem maradéktalanul, jól teljesítettem, jól mentek a mérkőzéseken is a játék, jól ment. Így aztán nem volt problémám a beilleszkedéssel. Ugye világklasszisok vettek körül, Gódorné, Nagy Marian, Rácz Marian a kapus, fantasztikus társaság volt, remek edzőkkel. Így van. Mi az, amit adott a pályafutásodnak a Vasas? Azon felül, hogy az ifjúsági válogatott után a felnőtt válogatottban is bemutatkozhattál. Hát nyilván akkor a Vasas a válogatott gerincét alkotta. Nem véletlenül szerettem volna a Vasasba menni, hiszen akkor nagyon sok NB1-es csapat megkeresett engem, és nyilván az apukám is segített abban, hogy hol tudom a céljaimat, vagy az álmomat eredményesen és minél előbb megvalósítani. Hát én is válogatott szerettem volna lenni, mint minden komoly sportoló. És a Vasasban, igen, hát ott azért már egy kicsit más szellemben kézlabdáztak, mint ugye Fehérváron, az már a profikhoz közelített. Tehát szemléletben, hozzáállásban, szóval mindenben sokkal keményebb munkát követelt tőlem. Ugye egyedül éltem fönt Budapesten egy kis albérletben, és onnan azért egy-másfél óra volt az edzésre utazás és vissza. Sokszor a két edzés között én nem tudtam hazamenni, mert nem volt ennyi időm, akkor ott maradtam a pályán, ismerkedtem a többi sportolóval, beszélgettünk. Szóval jó élet volt. Azt gondolom, hogy ott belecsöppentem a legmagasabb kézlabda életbe. A posztodból is adódóan, ugye hozzá kellett szoknod ahhoz, hogy eredményes légy egyik oldalról, másik oldalról pedig vezére a csapatnak, ha úgy tetszik. Mennyit segítettek ebben az edzők, a mesterek? Mennyi kellett változnod ahhoz, hogy klasszisokkal együtt azért már az élvonalban és a válogatottban is tudj ugyanúgy szerepelni, mint a klubcsapatodban? Hát igen, nem könnyű klasszisokat irányítani. Ugye irányítót játszottam a Vasasban, és bizony én azt gondolom, hogy ki kell vívni azt a tekintélyt, hogy amikor nagyon sok ember előtt játszunk, nem halljuk az edzői utasítást, akkor egy irányítónak azért el kell tudni dönteni, hogy most mit játszasson a csapattal, hogy az irányító az, aki bemondja, hogy mit fogunk most játszani minden támadásnál. És az irányítónak kell jobbra nézni, balra nézni, fel kell tudni mérni, hogy milyen a védekezés, és még az időt is kell nézni, és ehhez képest eldönteni, hogy akkor ki fog gólt lőni most. És tehát milyen rendkívüli a felelősség. Igen, nagy a felelősség, és bizony azért
határozottnak kell lenni, hogy mindenki hallja a pályán, hogy akkor most mi következik. Essék szó az edzőkről, ugye említetted Klári nénét, Komárom Jákos, Tombor Árpi bácsit, és hát kell, hogy szó essék egy olyan székesfehérváriról, Tatabányáról induló székesfehérvári edzőről, aki játékosként is nagyszerű volt, edzőként, szövetségkapitányként nem különben, Barabás Zsoltról beszélünk, igen, hiszen ő a Vasvári Pál gimnáziumban tanított is. Milyen edző volt ő? Mit lehetett tőle elsajátítani, hiszen tudjuk, hogy az élete, a szíve az a kézilabdája volt. Igen, abszolút így van. Hát egy nagyon jó fejedző volt, nagyon, nagyon szerettük. Tehát én 4 évig lehettem ifjú válogatott az ő irányítása alatt, és hát imádtunk edzésre járni, és azt mondhatom, hogy az ifjú válogatottban mindenki azon fölül teljesített, amit ő elvárt, vagy amit ő megkövetelt. Aztán klubedződ is lett. És klubedzőm is lett, igaz, nem túl sokáig a Vasasban, aztán más követte őt, a Fekete Béla. De nagyon jó kapcsolatom volt Zsolttal is. A felnőtt válogatottban szerepelni rendkívüli felelősség. Miként érted meg mondjuk az elsőt? Hát, megszeppenve, kicsit megilletődve, de nagyon-nagyon büszke voltam. És természetesen mindent megtettem azért, hogy jól szerepeljek. Ugye azért annyiban könnyebb volt, hogy a Vasasból a csapat szinte egy az egybe a kezdősor, az a válogatottban is kezdősor volt. Így mi már azért nagyon összeszoktunk a beállóssal, Barna Ildikóval, György Annával, a két átlövővel, Nyári Zsuzsával a szélen, ezért Hajdú Tünde volt a beállós, szóval ez a gerincét alkotta a válogatottnak is, úgyhogy nem volt annyira nehéz ez a része. No, viszont aztán jött egy súlyos sérülés. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb trauma nem nagyon érhet egy fiatalt, akinek nagyon komoly céljai vannak a választott sportágában, és megvan hozzá a tehetsége, és van jövőképe, tudatosan teszi, amit tesz, és jön egy sérülés. Ezt mentálisan feldolgozni azt hiszem, hogy a legnehezebb feladatok egyike. Teljesen igazad van. Nagyon rossz volt. Nagyon rossz volt. Orvostól orvosig futottunk. Akkor ugye a Géza még, a férjem nem csinálta, vagy még nem a térdben volt egyáltalán járatos. És próbálkoztunk mindennel az akkori lehetőségek keretein belül természetesen, hogy én még tudjam ezt csinálni. De akkor már az utolsó edzéseket, az utolsó időszak edzéseit már csak nagyon korlátozott számban tudtam megcsinálni, és inkább csak a mérkőzéseken játszottam, hogy bírja a térdem. Nagyon sokszor volt olyan, hogy a Géza leszívta a térdemet, hogy könnyebb legyen, mert annyira megduzzadta, ugye, ez egy nem is konkrét sérülés volt, hanem egy porz degeneráció, és állandóan gyulladt volt, és állandóan vizesek voltak a térdeim, szóval nagyon nehéz volt belátni és elengedni a kézlabdát, szóval... Nyilván ilyenkor nagyon fontos, hogy kik veszik körül az embert. Én azt gondolom, hogy a család elsődleges az életedben addig is az volt, úgyhogy kellett azért a bíztatás. De milyen jövőkép tárult eléd? Ez akkor ugye megfogant bennem, hogy ha már nem lehettem csillag az égen, akkor szeretnék mécses lenni a házban. Ugye akkor adta magát, hogy akkor a családtervezés és a családra fogok összpontosítani, és teljesen a családom felé fordultam. 28 éves koromban megszületett az első kislányunk, és onnantól kezdve elhatároztam, hogy a férjemet fogom támogatni a munkájában, amit csak lehet, leveszek a válláról otthon, hogy ő tudja az ő elképzeléseit megvalósítani, és otthon a gyerekeimnek szerettem volna a legjobb édesanyjuk lenni, a szüleimnek szerettem volna a legjobb gyermekük lenni, és a környezetemnek is megfelelni. Ez a fegyelmezettség és alkalmazkodás, ez nem volt számomra idegen, és nem is esik nehezemre, és nem is esett nehezemre. Szóval olyan természetesen jött, hogy akkor most már más. És mivel maximalistának érzem magam ugye a sportban is, és mindent, amiben belekezdek, szeretném a lehető legjobban
elvégezni. Így volt ez a családdal is, hogy akkor szerettem volna mindent nagyon jól csinálni. Tehát bizonyos értelemben kinyílt a világ egy másik világ előtted, és ebben nagyon sokat segített a család és a hit, tegyük hozzá. Igen, nagyon örülök, hogy erre rátértél, mert ha a kézlabdázós éveimben ilyen hitem lett volna, ilyen Isten hitem lett volna, akkor biztos sok minden még jobban sikerül. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy rátaláltam erre a hitre, és az egyik legnagyobb ajándéknak gondolom azt, hogy az Isten hitet már a gyerekeimnek a születésiktől kezdve tudtam ajándékozni. Áttörést és megerősítést jelentett egyben számodra? Igen, nagyon sok mindenben, nagyon sok mindent másképp értékeltem, hogy ki vagyok én, hogy nem sértődök meg dolgokon, hanem elfogadok dolgokat. Egy másfajta megvilágításba került sok minden, és az én életem. Ez nyilván a férjednek, Apkarovics Géza főorvos úrnak is elindította a szárnyalását, bár nyilván a tehetsége és a szakmai tudása megvolt hozzá, de azért korán sem mindegy, hogy milyen családi háttérrel rendelkezik valaki. Biztos, nagyon, igen, igyekeztem, láttam, hogy ambíciózus, láttam, hogy vannak tervei, és szerettem volna, ha ő is meg tudja ezt valósítani, és ő is érzi, talán nem, nem is így a sikereket, de ő is eredményesnek érezheti magát. Igen, hát ebben a felgyorsult világban gyakran mondják, hogy aki tervet mond, csak eshetőségre gondol, ez nálatok nem így történt sohasem. Ugyanakkor, ahogy nőttek a gyermekek, nyilvánvaló, hogy a gyermekeid, nyilvánvaló, hogy új életcélokat tűztél ki magad elé. Hiszen a család önmagában egy ambíciózus embernek lehet, hogy elég, de azért mindig választ valami mást. De nálad is így történt, hiszen visszatértél a kézilabdához. Méghozzá ez egy misszió volt, hiszen azt tudjuk, hogy Dunaújváros és Székesfehérvár is immár kézilabdaváros, de azért van ennek a megyének több területe, ahol lehetett újat kezdeni. Igen, apukám, Páncél Barabás, ő a Pázmánd Ese Kézlabda Egyesületet pár évvel az edzői pályafutásom előtt megalakította, és nagyon sokszor hívott engem oda, hogy menjek oda, nézzem meg, segítsek egy kicsit neki, vagy... És hát addig, amíg a gyerekeim ugye iskolába jártak, és egyik óráról a másikra vinnem kellett őket, tehát menedzselnem kellett az ő életüket, addig nem fért bele más az életembe. És amikor kirepültek, elmentek egyetemre tovább tanulni, és már nem igényeltek annyira, akkor lelátogattam a gyerekekhez, az apuhoz, és nagyon-nagyon vágytam vissza a kézlabda világába. És aztán így történt az, hogy először még csak segítettem neki, akkor már rám bízott különálló feladatokat, és aztán külön csapatot kaptam, akkor már volt, hogy két csapatom volt, és aztán így belefolytam az utánpótlás nevelésbe. Hadd idézzek tőled, azt mondtad, hogy a sport nem csak nevel erőt és tartást ad, hanem felkészít az életre is. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a kézlabda vagy más csapatsportág sokkal többet tud adni, mint mondjuk egy egyéni sport, hiszen ott alkalmazkodni kell a másokhoz. Szóval ez majd az életben is nagyon jól jön, ha megtanulunk a másik ember fejével is gondolkozni, vagy megtanulunk egymás mellett élni, súrlódásmentesen. Én azt gondolom, hogy még az autóvezetésben is fontos a sport, hiszen a sportban annyi új szituáció jön pillanatok alatt, és pillanatok alatt döntést kell hozni a legjobbat. És azt gondolom, hogy az utakon, amikor az ember vezet egy autót, akkor is pillanatnyi döntéseket kell sokszor meghozni. Szóval az élet minden területén azt gondolom, hogy lehet kamatoztatni azt, amit az ember a sporttal magára vesz, vagy felvértezi magát. Tehát gondolom én itt a Pázmán-Gárdonyi viszonylatban nem csak kézilabdázni tanítottad a gyermekeket, hanem sokkal inkább embernek lenni, felkészülni a jövőre, hiszen nyilvánvaló, hogy nem lett mindenki ilyen sportoló. Igen, próbáltam az életbe is egy kicsit bevonni őket, hisz egy Gárdony, ahogy te mondtad, egy kisebb egyesületnél valószínű, hogy nem világválogatottakat fogunk nevelni.
És talán egy kicsivel fontosabbnak is gondoltam azt, hogy jó emberekké, jó társakká váljanak. És igen, nagyon sokszor beszéltem nekik a hitről is, amit nagyon nyílt szemmel figyeltek, és nagyon sokszor volt kvíz kérdés, amiért jutalmat kaptak a végén, volt kis füzetük, és aki hozta a kis kérdésre a választ, akkor azt megjutalmaztam, és nagyon lelkesek voltak. Azt látom, és azt tapasztalom, hogy minden gyereket csak inspirálni kell, és ők nagyon szeretnének megfelelni, teljesíteni csillogó szemmel, és ezt nagyon szerettem. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos időszaka volt az életednek, mint ahogy a stílus is. Ugye azt mondják, bármennyire is közhelynek hangzik, de ettől még igaz, a stílus maga az ember. Stílus tanácsadóként megnéztem a honlapodat. Köszönöm. Nagyon jó. Ugyanakkor hogy találtál rá erre? Hiszen ez egy olyan hivatás, ami azt hiszem, hogy tulajdonképpen minden embernek szüksége lenne. Egy kiérlet, valóságos, emberi stílusára, ami a lelkéből fakad, ami a lehetőségeit teljes egészében maximálisan kihasználja. Hadd kezdjem ott, hogy a nagymamám varrónő volt, és én azért, és a nagymamámmal együtt éltünk Dunajvárosban. És ott már nagyon elbűvölt engem az, hogy miket alkotott egy anyagból. És én elhatároztam, hogy én is az ő pályáját fogom választani. Csak ugye annyira jól ment a kézlabda, hogy az egy olyan szerelem lett, ami elvitt engem abba az irányba. Ennek dacára azért elvégeztem egy 3 éves szakmunkásképző intézetet, vagy iskolát, egy szabásvarrást tanítottak, és tovább szerettem volna tanulni, mert kiderült, hogy én nagyon szeretek ruhákat tervezni és ruhákat rajzolni. Szerettem volna divattervező lenni. Na most, amikor a Vasasba jelentkeztem és odaigazoltam, akkor már ez eldőlt, hogy nem leszek divattervező, és ez úgy akkor abban maradt. És most, amikor úgy hozta a Covid miatt, már nem tudtam, és a családom miatt nem tudtam ezt a kézlabdaedzőséget tovább, hiszen unokám született, a kisebbik lányom csak hétvégén tud hazajönni vidékről, az egyetemről, a férjem ugye csak hétvégén tud egy kicsit a családjával együtt tölteni, és akkor tudunk együtt lenni. A kézlabda edzőskedés pedig ugye hétvégén kívánja az, hogy mérkőzésekre kell menni. Így aztán úgy döntöttem, hogy visszatérek a másodlagos szerelmemhez, és stílustanácsadó leszek. Kiteljesedtél? És nagyon boldog vagyok. Most is nagyon boldog vagyok. Szóval minden választásom, lehet, hogy nem minden egy életre szól, ezt nem tudom előre megmondani, mert látod, mennyi minden változott azért az életemben, de most nagyon jól érzem magam, és igazad van abban, hogy ma, amikor úgy uniformizálódik a világ, és nincs egyéniség, azt gondolom, hogy egy öltözködéssel tudunk üzenni a világnak, az szerintem nagyon fontos, hiszen pár másodperc alatt eldöntjük, hogy a másik emberről mi a véleményünk. Sajnos, vagy nem sajnos, ez az igazság. Tehát azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen? Hát ez, azt hiszem, hogy ez... Ez Ottokár püspökünk jelmondata volt, de igen. Valami... Hát azért ez... De mindenképpen illik rád, mert hogy nyilván a maximára törekedtél ebben is. No, egy kicsit menjünk vissza a hithez. Tehát ez működik. Hiszen olvastam 2013-ban, és itt a műsor előtt még beszéltünk is róla, hogy a hit az sokat segített abban, hogy kiteljesedj, és ez megmutatkozott egy olyan misszióban is, hogy segíteni a határon túl ragadt honfitársainknak, tehát pusztinában is jártatok. Ez fontos számodra, hogy megismerd a Kárpát-medencét, megismerd azokat a magyar ajkú barátainkat, akik nem élhetnek itt a mi országunkban? Igen, nagyon, nagyon fontos, és hiszem azt, hogy amit én a Jóistentől kapok, azt tovább kell adnom, és ezt a körforgást én nem akaszthatom meg. Hiszem azt, hogy amit tanít az evangélium, hogy amit adtok, azt fogjátok visszakapni. És ez valahogy jött az életembe, egy Szabolcs atya nevű paphoz jártam, ő nagyon sokat köszönhetek neki, ő ismertetett meg a hittel, és 16 évig szolgálhattam mellette, egészen a halála utolsó napjáig, és
azt gondolom, hogy és ő irányított bennünket a csángókhoz, és ő szervezte meg, én csak a úgynevezett katonája voltam, az egyik katonája voltam. A családom is nagyon kivette a részét ebből, és megéreztük, hogy tényleg adni nagyon jó. Láttuk azokat a szemeket, akikhez elmentünk, mély szegénységben élő emberekhez, gyerekekhez, és magyarul beszéltek, és több száz kilométerrel arrébb. Ez valahogy annyira meghatározó volt, és olyan, hogy ez nem tud elmúlni. Nem tudom ezt abba hagyni. Mindig keresek valami olyat, amivel én ezt tudom folytatni. Milyen tervei vannak az emberség katonájának most ebben a felgyorsult háborús világban? Természetesen keressük, és meg is találjuk a lehetőséget, hogy most kárpátaljai magyarok felé forduljunk. Éppen tegnap előtt voltam egy nagyon szép rendezvényen, a Beregszászi Olga rendezte Hampel Katalin, aki nemzeti viseleteket tervezett, és ők szerveznek minden évben egy nagyon komoly műsort, és ott lehet adományozni, és minden évben ők már 19 éve ezt a missziót végzik, és most erre is rácsatlakoztam én is. Én azt gondolom, hogy mindenhol, valahogy mindig megtalálom az utat. Most az idén karácsonykor, adventkor egy lányanya intézetnek gyűjtöttünk ajándékokat, és azelőtt pedig a Szent Imre ház, a Bőte Csapaféle Szent Imre háznak a gyermekeinek minden karácsonykor nagyon sok angyalka van, akik nagyon szívesen teszik ezt, és ezúton köszönöm nekik, hogy mindig számíthatok rájuk. Soha nem volt erre nagyobb szükség, mint mostanság. Én köszönöm a nevükben is, és köszönöm azt is, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Páncél Anikó volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!